Ebben a műsorban Amerika szívébe kalauzolom el önöket, ahol megismerhetik a nagy titkot arról, hogy hogyan is működik ez az ország. A nevem Yul Kwon. Sok szakmában megfordultam, a jogban, a kormányzatban és az üzletben is. Megnyertem a Survivor című reality show-t. Bámulatos. De bárhol is dolgoztam, volt két dolog, amin mindig elámultam. A rendszereken és a hálózatokon. Már a mérete is megdöbbentő. Ebben a műsorban azokat a rendszereket tanulmányozom, amelyek segítségével közlekedünk, jól lakunk és amelyek fenntartják a gazdaságunkat. Elképesztő, ahogy a nap mint nap, óráról órára összhangba hozzák az alapanyagokat a munkaerővel, hogy az egész egy megbízhatóan működő országgá váljon. Görögdinnye, ma reggel szüreteltük. A mai részben azt vizsgáljuk meg, hogyan kerül étel Amerika asztalaira. Hogyan változtatta az ipari forradalom a prériket és a síkságokat a világ legproduktívabb és leghatékonyabb mezőgazdaságává? Ha úgy vesszük, hogy az élelmiszeripar egy hatalmas gyár, amely etetni hivatott minket, akkor amit lent látnak, az a gyár legalsó szintje. Bár a gyár minden egyes részét alaposan megtervezték, egész éven a rendszer mégsem tökéletes. Sokkal többet termel, mint amit meg tudunk enni. Megbocsátanak? És a végsőkig igénybe veszi az erőforrásokat. A víz ára is emelkedik? Mint az adóim. A kereslet egyre növekszik. A rendszeren egyre nagyobb a terhelés. Nem lesz dinnye, hogy nem lesz alma sem és cseresznye sem. De az amerikaiak csak az élelmiszergyárban bízhatnak. Ma megtudhatják, hogyan lakat jól minket ez a gyár az év 365 napján. Ez itt a Hogyan működik Amerika. Hogyan működik Amerika? Az élelmiszergyár. America Revealed is made possible by the Corporation for Public Broadcasting and by contributions to your PBS station from viewers like you. Thank you. Képzeljék el, milyen lenne látni azt a rengeteg élelmiszert, amit Amerikában elfogyasztanak. Minden fénypont egy-egy élelmiszer elosztót jelez az országos hálózatban. Ez a metró közel 24 ezer megállót számlál. Ehhez jön még a több tízezer McDonald's, Burger King és Wendy's gyorsétterem. A sok KFC, Taco Bell, Papa John's és Domino's. Valamint szintén ide számoljuk még az IHOP reggelizőket, a Dunkin Donuts-okat és a Starbucks-okat is. Sehol máshol nem köszöntene ránk ilyen fényár a galaxisban. De aki otthon szeret főzni, annak is be kell térnie a közel 3000 szupermarket lánc több százezer független élelmiszerboltjainak egyikébe a hozzávalókért. Vagy ellátogathat a számtalan pékség, falatozó vagy étterem valamelyikébe, amelyek parttól partig bárhol megtalálhatók. De akkor mi a kihívás? A kihívás az, hogy miként lássuk el ezeket a helyeket, hogy aztán azok elláthassanak bennünket. Ez a frenetikusan száguldozó kék pont egy hatalmas és bonyolult gépezet kihordója. Szó szerint GPS jeladóval szereltünk fel egy pizzafutárt, hogy nyomon kövessük egy tipikus péntek esti műszakját New York szívében. A fiatalember Raju Hossein a Domino's futára. Általában milyen hosszú a műszakod? 8-9 óra. Ez idő alatt hány pizzát viszel ki? 30-40-et éjszakánként. Képzelje, az egyik vevő $200 adott borra valóként. Nem viccelsz? Teljesen ledöbbentem. A pizza egyike Amerika legpéldaértékűbb ételeinek.
Gyorsan elkészült, tápláló és érték arányban véve egészen olcsó. Ráadásul mi szabhatjuk meg az ízét, szinte bármilyen feltétel kérhetünk rá. A kihordó jelenti a Domino's élelmiszergyár utolsó láncszemét. Na de mi az első? Nézzük, mi ez. Minden kék pötty egy-egy Rajuhoz hasonló futárt jelöl, akik nap mint nap járják ezt a félőrült manhattani kerékpárbalettet. De mint tudjuk, az igazán pazar előadások titkát mindig a színfalak mögött kell keresni. Ez itt Manhattan. A rendszer naponta szállítja a hozzávalókat a helyi Domino's pizzériának a Connecticuti központjából, sőt, az északkeleti régió összes dominózát innen látják el. De a Connecticuti központ is folyamatos alapanyagellátásra szorul. Köztük pizzatésztára, paprikára, gombára és paradicsomra. Ezek gyakran az ország túlsó feléből érkeznek. Velük vannak megrakva a műholddal nyomon követett, hűtött teherautók, és szállítják őket az egyik elosztóból a másikba. Az aprólékosan megtervezett és koordinált rendszer biztosítja, hogy amint Raju kihozta a pizzát, a vevő azon nyomban neki láthat. De az élelmiszerszállító rendszer azért ennél sokkal összetettebb. Közel 5000 kilométert utazok New Yorkból a kontinens nyugati partjára, hogy bemutassam önöknek, honnan származnak a pizzák legfontosabb hozzávalói, és hogy miként termelnek belőle ilyen tetemes mennyiséget. A kaliforniai Central Valley-ben járunk. Itt találkoztam Ted Shealy gazdával. Mit termeszt itt? Többek közt piaci hagymát, borszőlőt, pisztáciát, gyapotott búzát és úgy 630 hektáron paradicsomot. Mégis hány tonnát jelent ez? Úgy 24 tonnát hektáron. Az rengeteg paradicsom. Azt meghiszem. Igen, a közismert paradicsom, ami nélkül nincs pizzaszósz. Ted és a többi kaliforniai gazda évente közel 13 millió tonnányi paradicsomot termel. Ebből a rengeteg paradicsomból készül az Amerikában elfogyasztott összes pizzaszósz, ketchup és szalsza. Ez a mennyiség a világon elfogyasztott paradicsom majdnem egyharmadát teszi ki. A Ted farmjától nem messze álló feldolgozó üzemen minden héten mintegy 500 000 tonna paradicsom halad keresztül. Ez egy hatalmas, megközelítőleg $1,5 milliárd iparág. Ted azonban mást is termeszt, nem csak paradicsomot. Mint a szomszéd gazdák, ő is rendkívül sokféle növénnyel gazdálkodik. Döbbenetes, de Amerika gyümölcs és bogyó termésének közel fele a kaliforniai Central Valley-ből származik. Az egész egy napenergiával működő gigantikus, fedetlen élelmiszergyár. A kiváló talajminőség és a többnyire tiszta égbolt különösen alkalmassá teszi a területet a mezőgazdasághoz, ahol a nyári 35-40 fokos hőmérséklet éjszakánként 15 fokra csökken. Az anyatermészet mindent megadott nekünk, kivéve a vizet. Bármerre nézek, mindenütt vizet látok. Bár fentről jön, nem az égből hullik. Így néz ki ma Central Valley a magasból. Ezen a képen ugyancsak Central Valley látható, de a 30-as években, amikor még kopár pusztaság volt. Annak természetes formájában. A sivatag felvirágoztatásához iszonyatosan sok víz kell. A víz viszont messziről érkezik. 640 kilométerről, északról. Nehéz elhinni, de ugyanezzel a vízzel öntözi Ted Shealy a paradicsomjait Kalifornia forró napja alatt. Ted ettől a csodától kapja a vizet. A kaliforniai Shasta gáttól, amely 1945-ben készült el. Már a mérete is elképesztő.
Hogy a kaliforniai élelmiszergyár ilyen szinten működhessen, ahhoz hatalmas erőforrások és monumentális infrastruktúra szükséges. Most épp ezek felett szállok a sárkányrepülőmmel. Fentről megcsodálhatom azt a szerkezetet, amely munkára fogja a természet erejét. De hogy többet megtudjak, találkozom a Shasta-gát vezetőjével, Sherry Harrell-lel. A Shasta-gát a Central Valley mezőgazdaság termelésének a szíve. A gát nélkül a Central Valley aligha lehetne az ország legnagyobb élelmiszerellátója. Még egy fej káposztát sem lehetne nélküle vásárolni. Most pontosan 141 méterre vagyunk a gát tetejétől. 57 méterre a talajszinttől és 22 méterre előttünk már a Shasta-tó van. A fal túloldalán több mint 150 méter magasan áll a víz. Ez igen. Ha az a fal eltűnne, akkor mindketten leúsznánk egész Los Angelesig. Igen, méghozzá nagyon gyorsan. Central Valley-t a 800 kilométeren át kanyargó Sacramento folyón és annak oldalágain létesített, mint egy 20 tározó látja el vízzel. Ennek segítségével változtatták a 109.000 négyzetkilométernyi sivatagot a világ legnagyobb üvegházává. Technológiai és mérnöki szempontból is bámulatba ejtő teljesítmény. Az emberi találékonyság lehetővé tette Kalifornia számára, hogy maximálisan kihasználja azt az erőforrást, amivel alig rendelkezett, és az egyszerű földet jól termő talajjá változtatta. Hogy bizonyítsam, milyen bőséges a kaliforniai paradicsomtermés, átugrom a szomszédos államba, Nevadába. Ezek Kaliforniában termett paradicsomok, vagy 1 millió lehet belőlük. Nem kevesebb, mint 67.000 kilónyi heverít ebből a lédús, piros zöldségből. Az egészet ideöntötték Reno városának főterére, de nem azért, hogy az emberek megegyék, hanem hogy jól megdobálják velük egymást. Íme a Reno Tomatina. Az állam legnagyobb évenkénti paradicsom csatája. Ez a rengeteg paradicsom mind a kaliforniai gazdaságok feleslegéből származik, és bár eldobáljuk őket, azért jó célt szolgálnak. Minden résztvevő $10 fizetett, hogy dobálózhasson. Ezt a rák elleni kutatásra fordítják. Megbocsátanak? Ez csak egy töredéke a Kaliforniában termett feleslegnek, de arra mégis elég, hogy a Reno Tomatina rendszeres évenkénti bevétellel szolgáljon a városnak. Az elmúlt 50 évben az átlag amerikaiak olyan élelmiszerbőséghez jutottak, amelyet korábban elképzelni sem tudtak. A kaliforniai mezőgazdasági csoda is ennek a sikertörténetnek a része. De amit itt látunk, amellett még a kaliforniai csoda is eltörpül. Közép-nyugaton járunk. Felkeresem az amerikai farmak mintapéldányát. Ehhez nyilván csak egy helyre mehetek. Kansasbe. Emlékeznek Dorothy-ra az Ózból? Hát kérem, Dorothy innen származik, ez az ő hazája. Ide, ebbe a világba akart hazajutni, miután Oz mesterséges világában ragadt. Mondok neked valamit, Dorothy! Ha ma látnád Kansast, rá sem ismernél. Hogy megtudjam, mi folyik odalent, sokkal közelebb kell kerülnem hozzá. Mindenütt jó, de a legjobb otthon! Innen fentről csupa-csupa kör alakú mező terül el alattam, ameddig a szem ellát. Megvan az oka, hogy miért ilyen tökéletes kör alakúak. Amerika történelmének egyik legnagyobb földátalakítását láthatják odalent.
Ha úgy vesszük, hogy az élelmiszeripar egy hatalmas gyár, amely etetni hivatott minket, akkor amit lent látnak, az a gyár legalsó szintje. A Stone Acres farmon landolunk a milliós nagyságrendű gazdálkodások mintapéldányán. A farm már 4 generáció óta a Stone család tulajdona. Dorothy szelleme már rég továbbált, de Toto azért még itt van. Hol vagy, Toto? Toto! A farm tulajdonosával, Greg Stone-nal együtt. Jól utazott? Nagyon örülök, Greg. Ez egy műholdas kép Greg Stone farmjáról. Már egy kör alakú mező is nagyobb annál a területnél, amit még a nagyapja megvásárolt a 30-as években. Így nézett ki ez a terület 1937-ben. Egészen máshogy, mint most. A nagyapámnak az abszolút nulláról kellett indulnia. Ez az egész kopár préri volt. Mindent a legalján kellett kezdenie. Pénze sem volt sok, éppen beütött a nagy válság, aztán jöttek a nehéz 30-as évek. Kemény időszak volt. Mindenki búzát termesztett, hogy etetni tudja az állatait és a családját, vagy bármit, amire volt kereslet. Olyanok is akadtak, akik ördögszekeret termesztettek. Ördögszekeret? Igen. Azt lehet termeszteni? Mindent, amivel etethették az állataikat, vagy tudtak vele fűteni. És mennyire volt sikeres a nagyapja kísérlete, hogy jövedelmező farmot építsen? Nagyon. De kezdetben csak annyit tudott termelni, ami a családjának és néhány jószágnak elég volt. De az eredményei mai mértékkel mérve elhanyagolhatók. Mi emberek ezreit etetjük. Ez tény. Amíg Greg apja 50 bálányi termést takarított be hektáronként, addig Greg majdnem 300-at takarít be. Az elmúlt 60 évben az amerikai gazdák átlagosan megháromszorozták a terméshozamukat, amely mellett az előző generációk eredményei eltörpültek. Mi változott? Hogy sikerült ekkora fejlődést elérniük? Két dolog kellett hozzá, öntözés és ipari műtrágya. Amerika háború utáni vegyiparában beindult az olyan talajösszetevők mesterséges tömegtermelése, mint a nitrogén, a foszfor vagy a kálium. A műtrágya piacra kerülése olyan volt, mintha csodaszert öntöttünk volna a terményeinkre. Már egy kis mennyiség alkalmazása megnégyszerezte a terméshozamot, anélkül, hogy bármi más tennünk kellett volna. Aztán jött az öntözés. Az első öntözőkutakat az 50-es évek vége felé ásták ki ezen a részen, és a nagyapám az első között ismerte fel, hogy ebben van a jövő. Greg mezői azért kör alakúak, mert ez az ideális forma a világ egyik leghatékonyabb öntözőrendszerének. A körben járó öntözőnek. Víz ugyan mindig volt az egykori poros mezők alatt, csak nem tudtak hozzáférni. Alig 100 méterre a lábunk alatt terül el a világ egyik legnagyobb édesvízgyűjtő területe, az Ogallala. De az Ogallala a II. Világháború végéig elérhetetlen volt, mert nem álltak rendelkezésre olyan nagy teljesítményű szivattyúk, amelyek a felszínre tudták hozni a mintegy 450 ezer négyzetkilométernyi területről a vizet. Az öntözés és a műtrágya megváltoztatta a környezetet és a talaj szerves összetételét, óriási lendületet adva mindennek. 3 nemzedék alatt a nagypapa önellátásra is alig képes farmjából. Egy gigantikus terméshozamú gazdálkodás lett. És ha a műholdjaink segítségével még magasabbról nézzük, láthatjuk, hogy a Greghez hasonló gazdák ezreinek iparosított farmjai ellepik azt a területet, ahol nem olyan rég még csak családi gazdaságok voltak. Ami viszont nem derül ki a képről, hogy egy még drámaibb változás lépett fel. Amíg Greg nagyapja sokféle növényt termesztett, a mai mezők 4/5-én egyféle terményt vetnek el. Egy olyan növényt, amely mára meghatározóvá vált mind a gazdaságok, mind az étrend tekintetében. Évente 322 millió tonnát takarítanak be belőle, vagyis többet, mint bármilyen más haszonnövényből. Az élelmiszergyár legfőbb hozzávalója a kukorica. Talán nem tudjuk, de valahányszor betérünk egy szupermarketbe, körülvesz minket a kukorica.
Egy átlagos boltban 45 ezer féle terméket forgalmaznak, amelyek mintegy egyharmadában fontos hozzávaló a kukorica. A modern kémiai és finomítási eljárások révén a kukoricát lebontják és édesítőszerré, színezékké vagy adalékká alakítják, amelyek ott vannak szinte mindenben. A kukoricapehelyben, a tortaporban, a sajtkrémben, a kávéédesítőben, a levesben és a konzervgyümölcsben. Mi több, egy átlag amerikai évente 45 kg kukoricát fogyaszt el. Lényegében anélkül, hogy tudna róla. Itt ez a csirkefalat. 37 különböző összetevőből áll, de ezek közül vajon mennyi készült kukoricából? 30. Olvassák csak el az összetevők listáját. Mindegy, hogy ételt vagy italt néznek, biztos, hogy lesz benne kukorica. Beleértve a húst is. Ha van valami, ami szimbolikus értékű az amerikai ételek között, az a marhahús. Mindig szem előtt lebegett a prérin legelésző hatalmas marhacsorda, amelyet a kábolyok terelgettek. Kábolyok valóban léteznek és valódi marhákat terelgetnek. De a préri manapság már így fest. Egy fűszál sincs a láthatáron. Amit itt látnak, az a koncentrált állattenyésztő és hízlaló farm, és a JBS, a világ legnagyobb hústársaságának a tulajdona. Csúcs teljesítményen egyszerre 90 ezer marha ideiglenes otthonául szolgál. Ezt a rengeteg állatot etetni kell, ezért a telep egy gyár köré épült. A gyárban ipari méretekben dolgozzák fel tápszerré a kukoricát. A modern takarmányipar valójában a kukoricaipar leányvállalata. A gyármenedzsere Mike Torren megmagyarázza az összefüggéseket. Olyan kukoricát szállítanak ide, amely nem igazán alkalmas emberi fogyasztásra, mi pedig a folyamat végén piacképes, minőségi marhahús szállítunk ki. Tehát kukoricát árulnak, aminek hús íze van. Gyakorlatilag igen. Ez a temérnek kukorica teszi lehetővé a marhahús ipari méretű előállítását. A takarmányul szolgáló kukorica olcsó, de mégis kalóriadús. Így az állatok itt gyorsabban felhíznak, mint egy hagyományos farmon. Ezek az állatok még újak. Még nem szoktak hozzá az emberek közelségéhez. Ijedősek? Igen. Az újonnan érkező egyéves jószágok egy darabig még füvet kapnak enni. Mivel a kukorica nem természetes tápláléka a marháknak, ezért hozzá kell őket szoktatni. De a fű csak átmeneti táplálék, és amikor begördül a takarmányt hozó teherautó, a marhák úgy lerohanják, mint gyerekek a fagyis kocsit. Tehát a lehető leggyorsabban akarják felhízlalni őket a legnagyobb mértékben. Igen, erről van szó. Hány kilósan érkeznek? 270 kiló körül. És mennyit nyomnak, amikor távoznak? Átlagosan majdnem 600-at. Szóval megduplázzák a súlyukat. Belegondolok, hogy én 70 kiló vagyok, és milyen lennék, ha fél éven belül felhíznék 140-re. Alig 6 hónap alatt ezekből a jószágokból ilyenek lesznek. Több mint 600 kilónyi tenyésztett marhahús. Sokan nem tudják, hogy a zsír adja a hús ízét. Hogyan tudják megállapítani, hogy az állat mikor hízott meg eléggé? Szépen kigömbölyödnek, szemre meg lehet mondani, hogy finom a húsuk, de a legjobban azt szeretjük, ha van rajtuk egy vékony zsírréteg. Az emberek marhahús igényének kielégítésénél semmit sem bíznak a véletlenre. Az állatok mesterséges megtermékenyítés révén fogannak. Oltásokat kapnak, hogy óvják őket a betegségektől, és az ennivalójukba kevert növekedési hormonokkal segítik a növekedésüket. Ők csak egy új embert látnak bennem, én viszont egy egészen újfajta állatot látok bennük. Egy olyan állatot, amelyet tudatosan formáltak, hogy megfeleljen a tenyésztő és a fogyasztó igényeinek. 8 kilométerrel arrébb találjuk a húsüzemet. Ezen a vágóhídon minden nap több mint 5000 marhát vágnak le.
És ez csak egy az ország 632 ilyen telepe közül. Együttes éves termelésük meghaladja a 34 millió állatot. Odabent kések, fűrészek és hentesek egész hada dolgozik, és óránként több száz marha halad át rajtuk. Száz évvel ezelőtt Henry Ford tökéletesítette az autók sorozatgyártását, elérhetővé téve őket a legtöbb amerikai számára. Úgy fest, hogy az iparszerűen működő vágóhíd az egyetlen módja annak, hogy az átlag amerikaiak is élvezhessék a marhahúst. Ha ez beválik a marháknál, akkor a disznóknál és a baromfiknál miért ne? Az ipari méretekben történő tenyésztés révén kielégíthetők az igények. Márpedig igény a világ minden pontján van rájuk. A JBS-hez hasonló cégek évente több ezer tonna húst exportálnak más országokba. És importálják mindazt, amit más országokban termelnek meg. Évente mintegy 86 milliárd dollár értékben érkezik élelmiszer az Egyesült Államokba. Például bárányhús Ausztráliából és Új-Zélandról, valamint megszámlálhatatlan mennyiségű zöldség és gyümölcs máshonnan. A globális élelmiszerpiac lehetővé tette, hogy azt tegyünk, amit akarunk és amikor csak akarjuk, évszaktól és az étel származási helyétől függetlenül. Ekkora választék mellett hogyan döntsük el, hogy mit tegyünk? Az új étlap legfontosabb kifejezése a kívánhatóság. Scott Almendinger az étkezési szokások és az ipar elismert szakértője. Joel Fairman pedig élelmiszeripari beszállító New York Cityben. Ők tudják, hogy a kiskereskedők hogyan befolyásolják az ízekkel kapcsolatos szokásainkat. 30 évvel ezelőtt az éttermek szinte kizárólag ünnepi ennivalót szolgáltak fel. Házassági évfordulókra, születésnapokra, amikor az alkalom megkívánta, hogy különleges dolgokat tegyünk. De a gyarapodó gazdaság miatt a szokások mindinkább abba az irányba tolódtak, amit az emberek megkívántak, amire vágytak. 30 éven keresztül az átlag amerikai mind több és több ilyet fogyasztott, így az ünnepi ételekből mindennapi ételek lettek. Ám nem csak a vágyaink kielégítéséről van szó. Az ételgyártók mind újabb termékeket vezetnek be, hogy fenntartsák az étvágyat és vele a keresletet. Mint minden iparágban, itt is mindig az újdonság a nyerő. És az étvágy szinte bármilyen újdonságtól kiveri a mennyezetet. Az Outback Steakhouse például egy egyszerű étellel érte el ezt. Tökéletes példa erre a hagymavirág. Vesszük a sima hagymát, aminek körülbelül 70 cent kilója, és átváltoztatjuk ezzé a termékké. Ez egy hagyma? Igen, egy méretes hagyma, amit felszeleteltek. Íróban és tésztában áztattak, majd megsütöttek, és így lett belőle hagymavirág. Jó üzlet, viszik, mint a cukrot. Értékké vált olyan termék, amit a vásárlók szeretnek. A hagymavirághoz hasonló termékek sikerének hatása még azok forrásánál is érződik. Most épp Közép-Kalifornia hagyma ültetvényein járunk. Emlékeznek Ted Shealy gazdára? A sok haszon növénye közül a hagymavirágnak való hagyma az egyik legsikeresebb terménye. Évente 1500 tonnát termel belőle, pontosan a vevő igényei szerint. A hagymavirág hagymájának pontosan 8,9 cm átmérőjűnek kell lennie, sem kisebbnek, sem nagyobbnak. Ha ennél nagyobb, akkor nem fér bele a darabolójukba és a sütőjükbe, ha pedig kisebb, akkor a vevő úgy fogja érezni, hogy átverték, holott ők pont a megfelelő méretért fizettek. Az Outback Steakhouse hagymavirága egyik napról a másikra átváltoztatott egy unalmas ételt. Érdekessé és keresetté. És ez csak egy a sok közül. Chili, 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 chili! Íme a palacsintába burkolt pulykavirsli nyárson! Az élelmiszeripar mind incsiklandozó bételeken dolgozik. Márpedig az emberek szeretnek jót enni. És sokat. Az ételeinkben, amiket megkívánunk, rendszerint sok a zsír és a kalória. Erre az evolúció tanított meg bennünket, a túléléshez tartozik. Ennél fogva nem meglepő, hogy a jelentős kalóriabevitel állandónak számít. A hagymavirág például közel 2000 kalóriát tartalmaz, ami egy átlagos felnőtt egy napi adagja. Az elmúlt fél évszázad alatt az élelmiszergyár jóvoltából az emberek kalóriabevitele átlagosan 600 kalóriával bővült naponta.
Évtizedekig állt fent ez a viszony a fogyasztók és a szállítók között, akik erőt nem kimélve elégítették ki a fogyasztók extrém igényeit. De most 30 évvel később arra ébredünk, hogy ez fenntarthatatlan, szóval most mit csináljunk? Scottnak igaza van. Az ország egyre növekvő derékbősége igen kellemetlen hidegzuhany, de az is elgondolkodtat, hogy az ételgyár hogyan tud majd lépést tartani az egyre több éhes emberrel. Vegyük csak Ted Shealyt. A hagymatermesztés rengeteg vizet igényel, amiben Central Valley alig ha bővelkedik. Kalifornia vízkészletének 80%-át már így is a gazdák használják fel. A víz ára egyre emelkedik. Messze a víz a legnagyobb tétel a kiadások között. Milyen arányban jelentkezik a víz az összes költsége között? Tetemes arányban. Valószínű, hogy a keretem több, mint a felét a víz viszi el. Szent ég. Mint a gazdák többsége, Ted is a technológiához fordult, hogy kihasználja az utolsó cseppvizet is. Felszerelt egy 50 ezer dolláros nedvességmérő műszert, amivel mindig tudni fogja, hogy mikor öntözze meg a pisztácia fájt. A paradicsomjait pedig egy 2 milliót érő föld alatti öntözőrendszerrel juttatja vízhez. Az én tervem az, hogy mindig megteszem azt idén, amivel jövőre is versenyben maradhatok. Mit kell tennem ahhoz, hogy 5 vagy 10 év múlva is gazdálkodni tudjak? A víz a leglényegesebb szempont, tehát abból nem lehet hiány. Ám a víz ára az utóbbi években egyre csak feljebb megy. Igen, mint az adóim. Az ételgyár könyörtelen követelései egyre nehezebb próbák elé állítják a Tedhez hasonló gazdákat. A kansasi Greg Stone szintén bajban van. A kukorica ültetvényét támadás érte. A fenyegetés olyan súlyos, hogy speciális elhárítót kellett fogadnia, hogy hetente átnézze a mezőit. Mivel Greg milliókat érő üzlete monokulturális termesztés, vagyis csak egyféle növényre épül, sokkal jobban ki van téve egy apró gyilkos támadásainak. Itt hatoltak be a termés szárába. Láthatja, hogy hol károsodott a növény. Beásták magukat egészen a kukoricacsőbe, ahol aztán lerakják a petéiket. A lárvák kukoricával táplálkoznak, és kezdődik minden előről. Látja, itt van. A több milliárdos károkat okozó kukoricakártevő. Az európai kukoricavarkó. Meg ne szökjön, Eric. Nem fog. Ez a kis állat minden évben megkeseríti a kukoricatermesztők életét az egész Középnyugaton, és ha nem veszik fel a harcot, akkor sok terményt veszítenek. Greg légi csapást rendel el. Robert Grace egyike Amerika 3500 mezőgazdasági pilótájának, akik a légi permetezésre specializálódtak. A mezőgazdasági pilóták gyökeresen különböznek a többi pilótától, mivel nagyon precízen és állandóan a talajhoz közel kell repülniük. Általában 2-3 méterre húzunk el a talaj felett, óránkénti 220 kilométeres sebességgel, és a GPS rendszer segítségével 30-60 centis pontossággal maradunk rajta a célon. Csak úgy, mint Greg, Robert is azt a családi vállalkozást viszi tovább, amely hatalmas változásokon ment át. Amikor apám elkezdte, akkor még csak 1, 2 vagy 3 vegyszer közül választhatott. Mára az sem ritka, hogy 40-50 különböző szerből választhatunk, amelyek nélkül a termés tönkre menne. A kártevőírtó iparág vegyszerek széles választékát fejlesztette ki, amivel ellensúlyozhatja a rovarok szuperfegyverét, az evolúciót. A rovarok addig fejlődnek, amíg előbb vagy utóbb ellenállóvá válnak az új szerekre. Ennek persze senki sem örült, a legkevésbé a gazdák nem, de folytatniuk kellett a termelést, még akkor is, ha ehhez egyre dráguló vegyszerekre volt szükségük. És akkor jött a forradalmi újítás. Az élelmiszeripar a kémia helyett a genetika felé fordult, és megszületett a GMO, vagyis a génmódosított organizmus. Greg Stone kukoricájának 80%-a génmódosított. Megváltoztatták, hogy saját rovarölőszert termeljen, amely végez az olyan kártevőkkel, mint az európai kukoricabarkó. De akkor miért van most is szüksége Robertre és a többi permetező pilótára?
Ezen a képen Robert útjai láthatók, amelyeket két hét alatt tett meg a környező mezők felett. Továbbra is permetez, bár nem annyit, mint régen. Sajnos egyes kukoricabarkók ellenállóvá váltak a génmódosított kukorica által termelt méregre. Robertnek ezért az lett a feladata, hogy végezzen velük, mielőtt elszaporodnak. A génmódosítás és a permetezés együttesen legyőzte az ellenséget. Legalábbis egyelőre. A modern technológia vívmányaival a mai gazdák gigantikus mennyiséget tudnak termelni. Szeptember végén járunk, kezdődik az aratás. A gazdák igazi 21. századi igáslovat vetnek bennél a munkánál is. Ma kipróbálhatom ezt az ultramodern mezőgazdasági gépet, amely a Simmons Adventures nevű aratással foglalkozó cég tulajdona. Hello, Roger! Jól! Mekkora ez a szörnyeteg? A főnök Roger Simmons keze alatt. Most megtanítjuk, hogyan kell vezetni az aratót. Egy kicsit komolyabb, mint a szedánom, de jó, csináljuk. Elfoglalom a félmillió dolláros vadonatúj kombány sofőrülését. Adjon teljes gázt! Rendben! Rendben felkészültünk. Senki se álljon elém. Roger azt is megengedte, hogy a többi kombány élére álljak, egy zöld fülű kezébe adva az egész aratóbrigádot. Szerencsére a monstrum jól fel van szerelve. 360 lóerős motor, automata vezérlés, nedvességérzékelők, valamint GPS navigációs rendszer. Roger kombánya akár 8000 bálányi búzát is elő tud állítani naponta. Egy 60 évvel ezelőtti gép ennek kevesebb, mint a negyedére volt képes. Emelje fel egy kicsit a késeket. Mit emeljek fel? A késeket. Azzal a karral. Ez az tökéletes. Rendben, értem. Persze a kezelés elsajátítása még nem garantálja a jó termést. Hoppá, itt be kell segítenem. A nagy kép némileg bonyolultabb. A profi aratók vándor munkások. A mintegy tucatnyi ilyen cég emberei egyik farmról a másikra vándorolnak, hogy learassák a gazdák termését. Minden évben beülnek ultramodern kombányaikba, és keresztül kasul bejárják egész Amerikát, hogy ott legyenek, ahol éppen aratni kell. Mint kiderült, ezer számra akadnak olyan gazdák, akik nem maguk aratják le a termésüket, hanem profi aratókat fogadnak, például épp a Simmons fiúkat. Október végére Roger csapata csaknem 500 000 tonna szemes növényt aratott le, és közel 8000 kilométer utat tett meg. Csak az vállaljon ilyen munkát, aki bírja a stressz. Sokan szeretnék kipróbálni, tapasztalatot gyűjteni, vagy mert látni akarják az Egyesült Államok szívét, de a fülke iszony gyorsan kirostálja őket. Az ilyenek a következő szezonra már nem térnek vissza. Rengeteg ember fordul meg benne. Nem is gondolná, hogy mennyi. Mint az élelmiszertermelés más aspektusaiban, a modern technológia az aratásban is létfontosságú szerepet kapott. Ugyanakkor megesik, hogy csak a természetre hagyatkozhatunk. Nézzék meg ezt a kis fickót itt. Ez a szorgos méhecske buzgón kutakodik a tök virágában. A virág belsejében forgolódik, nektárt keresve, és közben az egész testére ráragadnak a pollenek. Igazán szép látvány, pompásan szemlélteti azt a törékeny kapcsolatot, amely a méh és a virág között van, és aminélkül ebből a virágból sohasem lenne ez. A virágok beporzása olyan folyamat, amelyet a technológia mind a mai napig nem tudott kiváltani, és már nincs elég vad méh, hogy elvégezze ezt a munkát. Itt lép színre a kamionos méhész David Hackenberg. Bárhová elvisszük a méheket az országba. Február elején kezdünk, amikor is a méheink beporozzák a kaliforniai mandulafákat. Kalifornia a világ legnagyobb mandulatermelője. Ám a Davidhez hasonló mozgó méhészek nélkül semmire sem menne.
Az Egyesült Államokban mindössze 2 millió mékas maradt, és ezekből csak a mandulafáknál 1,5 millióra van szükség. Aztán, ha ott végeztünk, lemegyünk egészen Georgia államba, ahol is jól belakmározhatnak az erdőben. Davidnek úgymond méregtelenítenie kell a méheit, mivel a kaliforniai mandulafákat évente több mint 3500 tonna permettel szórják be. Ezután a pennsylvániai almafákat porozzuk be, április közepén. Ha ezzel végeztünk, elutazunk Maine államba, ahol a méheknek az áfonyát kell gondjaikba venniük, aztán a tököket júliusban. Ezek a méhek tegnap este még a pennsylvániai Ellentonban dolgoztak, aztán értük mentem, és ma hajnali 2:30-ra értem haza, most meg önnel beszélek. A turné végére David méhei csaknem 13500 kilométert utaznak, és megközelítőleg 2000 hektárnyi terményt poroznak be szerte az államokban. Csak hogy komoly veszély leselkedik a szorgos kis munkásokra. Ez a fészek ma teljesen egészségesnek tűnik, de 10-20 napon belül egyszerűen eltűnik. Nem marad semmi, a méheknek nyomuk vész. David volt az első méhész, aki felhívta a világ figyelmét a kolónia összeomlási zavar jelenségre. Elpusztulnak? Egyszerűen talány. Nem marad utánuk semmi, csak a méz. Mintha valaki egy porszívóval begyűjtötte volna az összes egyet. Mi okozza ezt? Tudósok seregei keresik rá a választ világszerte, de szerintem a környezeti stressz. A permetező szerek? Igen, és a génmódosított növények, amelyek saját mérget termelnek, hogy megvédjék magukat, ennek egy része eljut egészen a virágig. Amit aztán a méhek hazahurcolnak a kaptárba, és az egész kolónia megbolondul. Nehogy lenyelje, elnézést, amért megfüstöltem. Sorry about that. Sokan egyetértenek David elméletével, de a nagy koponyák még mindig nem találták meg a kolónia összeomlási zavar pontos magyarázatát. David nem tudhatja, hogy milyen évnek néz elébe. Minden esetre a hosszú távú előjelek nem jók. A vándor méhészek, mint én, minden évben elveszítik a méheik 60-70%-át. A mezők egyre csak nőnek, a beporzást végző méhekből viszont egyre kevesebb van. Ha folytatódik ez az összeomlási jelenség, és minden méh kipusztul, az mivel jár? Mi lesz a rengeteg terméssel? Nem lesz dinnye, ahogy nem lesz alma sem, cseresznye sem, mandula sem, egy sor haszonnövény fog eltűnni. David története aggodalommal tölt el. Ha a méhek bajban vannak, akkor a rájuk hagyatkozó gazdák szintén. Nem beszélve a friss terményre váró fogyasztókról. Nyilvánvaló, hogy nem csak a méhek érzik magukon a nyomást. Amerika élelmiszergyára a végsőkig hajszolja az erőforrásait. A méhektől a vizen át azokig, akik a rendszert működtetik. A méhészek és az aratók nomád életmódra kényszerülnek, akár csak a sok ezer áruszállító kamion sofőrje, akik az ország útjait járják. Nélkülük a gyár sem működhet. De még azok is állandó mozgásban vannak, akik nem vándorolnak, mint például Robert Grace pilóta, vagy a JBS hentesei Colorado-ban. Vagy Ted Sheely paradicsomszedői Kaliforniában. Becslések szerint Amerikában már 4 millióra rúg azoknak a munkásoknak a száma, akik egyik munkahelyről a másikra vándorolnak. Roppant ironikus helyzet. 10 000 évvel ezelőtt az ember felhagyott az állandó vadászattal és átváltott a földművelésre, hogy ne kelljen vándorolnia. De most nézzenek ránk! Folyton mennünk kell tovább. A dolgozóknak részben azért kell ennyit utazniuk a munkák közben, mert már a sokkal kevesebben lettek azok, akik vállalják ezt az életmódot. 100 évvel ezelőtt az emberek 1/3 élt és dolgozott a farmokon. Mára ez az arány alig 2% lett. Történelmünk során először a lakosság 2%-a eteti a maradék 98-at. A Greg Stonehoz hasonló farmerek többsége mind azt mondja, hogy ezt a technológia fejlődése tette lehetővé. Az ember egyre kisebb szerepet tölt be a mezőgazdaságban. Ez jó, mert így többé nem akadály, hogy nappal van-e vagy éjszaka, hogy esik-e az eső vagy nem, vagy éppen hétvége van. A technológia rengeteg emberi munkát váltott ki. A nagyapja biztosan meghökkenne, ha ezt most látná. Ön igazi gazdának tartja magát? Nem, inkább amolyan input-output menedzsernek. Bár sokat töprengek azon, hogy a nagypapa mit gondolna mindenről. Vicces lenne a reakciója. Igen, megnézném, az biztos.
Az egykori önellátó gazda, aki megteremtette Amerika mezőgazdasági gyarapodását, mára szinte teljesen eltűnt a középnyugatról. Máshol viszont újra felbukkant. Hajnali 5 óra van, és épp kimásztam az ágyból, hogy segítsek egy Will Gardner nevű férfinak elvinni a terményét a piacra. Mész új, haver? Semmi, szevasz. Will egyike azoknak az új generációs gazdáknak, akik újra életet lehelnek az egykori minigazdaságokba. Ne menj túl közel az ágyáshoz, mert nem szeretném később tovább bővíteni. Itt kell levágni, látod? Ez nagyon finom áru, az emberek a piacon bolondulnak érte. Will visszatért az alapokhoz. Néhányan azt mondják, hogy az új zöld forradalomnak a része. Hogy kötöttél ki a gazdálkodásnál? Pénzt akartam spórolni és egészségesebben enni. Sokkal olcsóbb, ha magadnak termeled meg a zöldségeket, amiket nap mint nap elfogyasztasz. Előbb csak apróságokat, de aztán rászoktam. Finomak, igaz? Használsz írtószereket? Egy cseppet sem. Csak komposztot, de abból sokat. Ezt azelőtt kellett volna megkérdeznem, hogy bekaptam. A legfurcsább talán az, hogy nem Pennsylvania mezőin vagyunk. És nem is New Jersey külvárosában. Will minifarmja itt van. Detroit belvárosában. Számtalan gondja mellett a város élelmiszer hiánnyal is küzd. Kevés az élelmiszerbolt, ahol még kevesebb a friss áru. Egyes kerületek olyanok, mint valami háborús csatatér. Sőt, sok visszazuhant az elhagyatott szintre. Így nézett ki Detroit belvárosa 70 évvel ezelőtt, amikor a város nehéz ipara a csúcspontján volt. De ahogy csökkentek az ipari bevételek, a város telkei közül közel 44 ezret elhagytak a tulajdonosai. Ezeket a telkeket most a 16 ezer városi gazda vette birtokba, akik közé Will is tartozik. És akik elvetették egy alternatív mezőgazdaság magvait. Imádom ezt az érzést, hogy a várost megváltoztató eseménynek a részese vagyok. Sokkal embercentrikusabb. Önkéntesek jelentkeznek nálam, hogy kapcsolatot alakítsanak ki egy gazdával. Ez a kapcsolat egészen a város szívéig ér. $4, hölgyem, köszönöm. A Detroit belvárosában található Eastern piac a legnagyobb őstermelői piac az egész országban. Görögdinnyét, zöld salátát, friss karalábét ma reggelzhettük. Fél óra sem telt el, és teljesen magával ragadt az itteni emberekre jellemző pezsgés, amely annyira más, mint az a mezőgazdaság, amivel eddig szembesültem. Teljesen friss, Will barátom veteményeséből való. Helybeni és nem globális értékesítés. Szerves, genetikától és vegyszerektől mentes termés. Kétkezi munka és nem gépesített termesztés eredménye. Szerintem remek dolog, hogy mi más módon biztosítjuk a piacra kerülő zöldség és gyümölcs többségét, így Detroit lakosai is egészségesebbek. Ashley Atkinson, Zöld Detroitért nevű non-profit szervezete a városi gazdálkodást proponálja. Nem az életstílusáért, hanem hogy javítsa a termelők és a fogyasztók helyzetét. A helyi és a michigani gazdák a szűkös erőforrások miatt nem versenyezhetnek a gépesített mezőgazdasággal. De az ilyen piacok összehozzák a termelőket és a fogyasztókat. Így közösséget is építünk, nem csak friss zöldséget és gyümölcsöt árulunk a megélhetésért. És működik? De még mennyire, kiválóan működik. Újabb érvet ad a kezünkbe, amellyel megmutathatjuk, hogy Detroitban milyen fontos a városi gazdálkodás. Van abban valami diszkrét bája, hogy az ember és föld újra egymásra talál. A helyi szerves ennivaló nem csak itt, hanem országszerte is átrendezi az emberek étrendjét. De hogy meddig tart ki a lendülete, azt egyelőre nem lehet tudni. Már csak azért sem, mert vajon hány Willhez hasonló minigazdára lenne szükség ahhoz, hogy ellássa Amerika sok-sok ezer élelmiszer elosztóját, ha a lakosság hirtelen az ő terméseiket részesítené előnyben. A problémái ellenére az élelmiszergyár megfelel a kívánalmaknak, és képes enni adni mind a 300 millió amerikainak. A
Az utazásom végén visszatérek az élelmiszergyár szívét jelentő kansasi kukoricamezők fölé. Azon merengek, hogy merre tart a világ. Robert Grace volt olyan kegyes, hogy elvitt egy körre azzal a géppel, amivel az apja elkezdte a permetező repüléseket a II. Világháború után. Apa és fia megélte a mezőgazdasági forradalmat. Az egyre növekvő lakosság ellátásához minden évben automatikusan nagyobb és nagyobb mezőkre van szükség, és ez mindig így lesz. Robert apja és Greg nagyapja, akik 70 évvel ezelőtt letették Amerika élelmiszergyárának az alapjait, ma rá sem ismernének az örökségükre. Az emberek ellátása nagy kihívások elé állította a gyárat. Az infrastruktúra fenntartása és karbantartása sokba kerül. A csatornáink egyre öregednek, a költségeink pedig ezzel párhuzamosan nőnek. Az ízlésünk és a vágyaink kielégítéséhez nem feltétlenül a hagymavirágokon keresztül vezet az út. A trend újra és újra megváltozik, ahogy Amerika kezd eltávolodni a kalóriadús étrendtől. Az étkezési szokások újabb átalakuláson mennek át. Az egyre erősebb új hangok felélesztik a régi ötleteket. Tennem kellett valamit, meghallottam a város hangtalan segélykiáltását, és mivel úgy is van rá helyem, gondoltam, én is hozzájárulok. Amióta ember él a Földön, az éhség jelentette a legnagyobb veszélyt az életünkre. A 21. század Amerikájában az élelmiszergyár több ételt termel, mint amire szükségünk van. A bőséges kalóriák lassan a háttérbe szorulnak. Mára az lett a kérdés, hogy miként étkezhetünk egészségesen úgy, hogy nem terheljük túl a környezetünket. A mezőgazdaság nagy jövő előtt áll. A mostani termésünk 5 év múlva már egészen máshogy fog kinézni, de az ismeretlen változó a mókához tartozik. Én egyet tudok. A forradalom tovább folytatódik, és az élelmiszeripar újra fel fogja találni magát, ahogyan már olyan sokszor megtette. És bízunk benne, hogy a jövőben is ellát minket. America Revealed is made possible by the Corporation for Public Broadcasting and by contributions to your PBS station from viewers like you. Thank you.